nagy érdeklődés övezte a könyved bemutatóját, illetve az ahhoz kapcsolódó nem túl hangos könyved dedikálását. Mikor döntöttél úgy, hogy egy picikét előbújva a szövegíró, az énekes, a zenész szerepköréből többet is megmutatsz magadból? Hát azt, hogy ebben könyv legyen, azt nem olyan régen döntöttem el. Ezek az írások viszont úgy szép folyamatában készültek, ami alatt mi dolgoztunk a zenekarra. A legrégebbi történet azt hiszem legalább 6 vagy 7 éve írodott. Ott a könyvben a dátumok ott vannak, hogy mikor írtam őket. Aztán mikor kezdtek gyülekezni és egyre többször találtak meg engem rajongók, illetve koncertlátogatók, és kérdezgettek arról, hogy ezek a szövegek, amiket hallanak, miután rendszerint a saját életemről és saját gondolataimról írok, semmilyen háttér információt ugye nem tudtak kiszedni belőlem, akkor gondoltam arra, hogy megmutatok egy picikét a családom, illetve az én történeteimből, illetve gondolataimból, amikből a szöveg nagy része születik, vagy született. Milyen témákat találhat benne az olvasó, aki esetleg még nem vette kézbe? Hát mondom, elsősorban az én gyermekkorom, illetve a nagyszüleimmel való kapcsolatomra emlékszem vissza egy-egy történettel. Található egy viszonylag elkeseredett és szomorú írás a 2004-es december 5-i népszavazásról, hogy azt hogyan értem meg én, illetve milyen hatással volt rám, illetve a családomra. A kisfiam halálának a történetét írom meg, valamint ilyen gyermekkori visszaemlékezések, illetve annak az igazán nagy szerelemnek a történet, ami beteljesülni látszik szép lassan, ennek a története, illetve az Éber Álom lemezen található Árnyéknak lenni című számnak a háttér története. Említetted, hogy az évek során készültek el ezek a kis novellák, vagy nem tudom minek lehetne nevezni, egy kis élettörténetecskék. Foglalkoztál régebben is írással, mert a dalszövegíráson kívül, vagy terveid között szerepel esetleg, hogy még több művet alkossál? Nem, ezek ilyen egyszeri történetek voltak, mondom, és évek alatt születtek, tehát nem volt konkrétum, hogy most leülök és írok egy könyvet, hanem akkor úgy éreztem, hogy nem kéne ezeket a dolgokat elfelejteni, akkor elsősorban magamnak írtam le, és aztán később gondoltam úgy, hogy az előbb említett okok miatt, hogy ebből könnyű legyen. Rengeteg történet és gondolat kavarog még bennem, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez volt az első és utolsó ilyen kiadott íromány, de most egyenlőre nem tervezek ilyesmit, jövőre új lemez csinál a zenekar, úgyhogy arra koncentrálok. Végezetül pedig egy személyes kérdést engedj meg nekem, hogyha nem szeretné, nem válszolsz rá legfeljebb. Még tavaly, amikor volt az Éber Álomnak a dedikálása, illetve a sajtótájékoztatója, akkor több dalról beszéltél egy pár mondatban, és ott azt mondtad, hogy a férfi ember nem beszél a szerelemről. Most mégis kivételt tettél, ez minek köszönhető? Úgy érzed, mégis érdemes róla beszélni, vagy könnyebb beszélni róla már? Na hát ez egy jó kérdés, igen, szembesítesz a saját magam mondandójával. Nem tudom, ezt egyrészt már nem emlékeztem erre, de vallom ezt mai napig. Tehát azt hiszem, hogy ez a történet is úgy van megírva, hogy nem igazán ömlengés, vagy nem tűnik ömlengésnek, és nem csöpögős a történet. Viszont az egész annyira hihetetlen, és olyan egyedülálló azzal, hogy tulajdonképpen egy 20 éves pauzával teljesedik be ez az én szerelmem, hogy ezt úgy gondoltam, hogy mindenképp meg kéne örökíteni, mert tényleg olyan, mint valami regény. Úgyhogy ennyi. Még csak nem is szánom, bánom bűnömet. Köszönöm szépen, és minden több kiadást kívánok a könyvnek. Köszönöm szépen.